Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Digitális Téma Hét webinárium újabb előadásán. Ma este egy különösen érdekes témakör került terítékre, hiszen a 3D tervezés és a programozás találkozik majd, és a ma esti előadónk nem más, mint Tisza Géza, az Edu & Fun Digitális Élményközpont szakmai vezetője, de hát hadd tegyem hozzá azt, hogy ő az az ember, akivel együtt indítottuk el a digitális témahetet 2016-ban, úgyhogy csak kicsit vendég ő, nagyon is ide tartozik a digitális témahéthez. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és át is adom neked a szót. Köszönöm szépen, nagyon hizelgő Attila a bemutató, tényleg igazán köszönöm, és részemről a megtiszteltetés, hogy ismét előadhatok itt. Én mindig nagyon szerettem ezt a műfajt egyébként, és nagyon hasznosnak is tartom. Remélem a hallgatóság is így fogja gondolni. Üdvözlök mindenkit! Ahogy Attila ezt említette, én egy különleges alkalmazással szeretnék most foglalkozni, és kevésbé előadás, vagy kevésbé klasszikus előadás jellegű lesz, amit most fogok tartani, sokkal inkább egy tutoriál videóban gondolkodtam, hogy megmutassam ezt az alkalmazást, alapszinten, basic szinten hogyan lehet használatba venni, és nagyjából beszéljek arról, hogy én hol látom ennek értelmét, hol látom ennek relevanciáját, hol lehet leginkább hasznosítani ezt a megoldást. Onnét kell kezdenem, hogy a 3D nyomtatás, ugye a hallgatóságban reményeim szerint, vagy talán egészen sokan tájékozottak ebben a témában, esetleg rendelkeznek az intézményükben 3D nyomtatóval, akkor talán tájékozottak a tekintetben is, hogy hihetetlenül dinamikusan fejlődő technológiáról van szó. Napi szinten jelennek meg hírek arról, hogy milyen új területet fedeznek fel, vagy milyen új területen válik egyre hasznosabbá a 3D nyomtatás. Nekem az egyik kedvenc hírem, és aztán erről többet nem is szeretnék részletesebben beszélni, de érdemes utána nézni, akit mondjuk érdekel a téma, és kevésbé tájékozott ezen a területen. Az elmúlt fél évből az egyik kedvenc hírem, hogy a NASA élt azzal a lehetőséggel, hogy az egyik űrállomásán volt valami probléma, és ugye adódott az az opció, ami klasszikusan szokott ilyenkor lenni, hogy a Földről küldenek valamit. Na most ez, hát hogyha valami alkatrészt, mert hogy ezzel lehetett megoldani ezt a problémát, na most, hogyha az az alkatrész, amit a Földön megterveznek, az nem jó ott az űrben, akkor az elég nagy gubancot okoz, és elég sok pénzbe kerül megint lehozni valamit, fölvinni újra, és újra próbálkozni ezzel. Más megoldáshoz nyúltak, méghozzá ahhoz, hogy egy 3D nyomtatót küldtek fel az űrállomásra. A tervet azt már el tudták juttatni egyébként a Földről, tehát itt megtervezték a Földön, eljuttatták a 3D nyomtatóra, ami már az űrállomáson volt. Ott kinyomtatták, nem is egy alkatrész volt, bocsánat, hanem szerszámot nyomtattak, és egészen költséghatékony módon megoldódott a probléma. Mondom, a példák sorát nem akarom, vagy a példákat nem akarom sorolni, hogy mennyi jó lehetőség nyílik a 3D nyomtatással, de tényleg számtalan. Aki kicsit is foglalkozott már ezzel, az tudja, hogy igazából maga a nyomtató az egy, hát én kicsit finoman, gúnyosan, de hogy egy úrkatöltőnek szoktam nevezni, tehát hogy nem egy nagyon komoly valami, egy robotkar, ami XY tengely mentén, ugye én most elsősorban, ugye, talán akik tájékozottak, ők tudják, hogy különböző 3D nyomtatási technológiák működnek. Én a szálhúzásos technológiáról beszélek, amikor 3D nyomtatásról beszélek, nekem ehhez van leginkább közöm. Na és akkor folytatom ott, ahol az előbb abba hagytam. Tehát, hogy ez leginkább egy hurkatöltőhöz hasonlít. Van egy robotkar, ami XY tengely mentén tud elmozdulni egészen pontosan, és van egy tálca, ami pedig Z tengely mentén tud süllyedni, és van egy G-kód, amit egy grafikus fájlból generálunk, egy 3D grafikus fájlból generálunk. Ez a G-kód pedig megmondja, hogy XY tengely mentén a robotkar hova mozdul,
mozduljon, és a tárca mikor süllyedjen le, és mint a köműves, amikor rakja egymásra a falat, vagy a falhoz a téglákat, úgy pakolja le a rétegeket a 3D nyomtató, és egészen különleges formákat, egészen költséghatékony módon meg tud így oldani, vagy ki tud nyomtatni, létre tud hozni. Na most a nyomtatás maga, tehát abból adódóan, hogy a 3D nyomtató, ez a szálhúzásos technológiánál a 3D nyomtató, az nem egy bonyolult szerkezet, igazából nem is a 3D nyomtató itt az óriási nem a 3D nyomtató jelenti a komoly izgalmakat, hanem az, hogy a 3D tárgyalkotás beköltözhet a hétköznapokba, beköltözhet az oktatás terepére. Tehát a tárgyalkotáson lesz a hangsúly. Amikor 3D nyomtatásról beszélünk, akkor az idő nagy részét mi sem, itt az Edufán Digitális Élményközpontban a gyerekekkel nem a 3D nyomtatással magával töltjük, hanem a tervezéssel. Na most, hogyha tervezés, akkor elsősorban, én nem tudom, én kiindulásnak mindig a TinkerCAD nevű szoftvert szoktam ajánlani, most már meg fogom tenni, hogy megosztom a képernyőmet, és akkor én magam el fogok tűrni, de azt hiszem, hogy ez kisebb probléma, viszont haszonnal jár, hogyha látják azt, amit ennek kapcsán szeretnék mutatni, remélem, hogy ez így is van. Szóval, hogy a TinkerCAD szoftvert szokták leginkább használni, a TinkerCAD böngésző alapú alkalmazást, belépő szinten szerintem az egyik legjobb CAD alapú megoldás. Ugye itt alapvetően úgy működik a történet, a tervezés, hogy alakzatokat tudok választani, és ezeket az alakzatokat paraméterezem, meghatározom, hogy X, Y, Z tengely mentén, vagy dimenzió mentén milyen legyen a kiterjedése. Tudok, hogy mondjam, kitöltött alakzatokkal dolgozni, és tudok úgynevezett hiányokkal dolgozni, vagy furatokkal dolgozni, és hogyha furattal dolgozok, akkor pedig úgy fog kinézni a történet, hogy mondjuk ezt a kettő elemet összeillesztem, nem, szándékosan gyors vagyok ezzel a dologgal, nem ezzel szeretnék elsősorban foglalkozni, ezt csak példának hozom, és akkor már is kialakítottam egy ilyen alakzatot. Szóval itt így dolgozunk, ugye a TinkerCAD-ben, és alapvetően a tervezési folyamat, az ma már leginkább így történik, vagy ehhez hasonlít a profi eszközöknél is. Egy zárójeles megjegyzést engedjenek meg, aki szeretné hatékonyan megismerni azokat az alkalmazást, vagy azt az alkalmazást, amiről a későbbiekben még többet fogok beszélni. Annak nem javaslom, hogy azzal próbálkozzon, hogy amit én itt csinálok a bemutató során, azt rögtön le is próbálja, mert hogy ebből mindig az szokott lenni, hogy lemarad az illető, nem tudta követni, stb. Ez a felvétel, ahogy Attila is említette, elérhető lesz a későbbiekben, én azt javaslom mindenkinek, hogy most dőljön hátra, nézze, amit mutatok, igyekszem ilyenkor egyébként gyorsan is haladni a bemutató során, hogy minél több mindent meg tudjak mutatni. Viszont a későbbiekben, hogyha visszanézzük a felvételt, az alapján meg lehet csinálni azokat, amiket majd mutatni fogok. Zárójel bezárva, és akkor folytatom innét. Tehát az alaptervezési megoldások, azok körülbelül ilyenek, mint itt a TinkerCAD-nél látjuk, és mondom, ez egy nagyon, nagyon felhasználó barát megoldás. Mi egyébként nagyon sokáig el tudunk jutni ezzel a gyerekekkel, és nagyon izgalmas tárgyakat tudunk tervezni. Az utóbbi időben már kevésbé az alakzatok kialakítása az, amivel dolgozunk, hogyha bejön hozzánk egy gyerekcsapat. Sokkal inkább azt csináljuk, hogy például vagy vetületi ábra, vagy geometriai, méretezett geometriai ábra alapján kell létrehozniuk valamit, valami alkatrészt, vagy pedig azt csináljuk, hogy megadott elemek, egészen bonyolult szerkezetek, amilyeneket maguk a gyerekek nem feltétlenül, vagy csak nagyon hosszú idő után tudnának létrehozni, megadott elemek, profi elemek, ket kell egy felületre összehozni, és azokat megint csak egy ábra alapján úgy illeszteni egymáshoz, hogy kiadja az egészt. Ha példát szeretnék mondani, a legutóbbi projektünk, amiben ilyen módon dolgoztunk, ott például hát a szektorlabda játékhoz, ez leginkább a gomfocihoz hasonlít, a szektorlabda játékhoz készítettünk a gyerekekkel így játékosokat, mert ott ugye nagyon fontos volt, hogy milyen paraméterek, milyen méretek vannak, tehát nem adhattunk szabad kezet nekik teljesen, rajzok alapján kellett elkészíteni, és egy másik projektben pedig az okosautóhoz
karosszériát kellett tervezniük a gyerekeknek. Na most hamar eljutottunk odáig, hogy amennyi időt erre a karosszéria tervezésre tudunk szállni, az alatt a gyerekekkel nagyon egyszerű dolgokat tudunk csak csinálni. Ezért úgy döntöttünk, hogy mi magunk megterveztünk egy alap karosszériát, azt szétszedtük elemeire, sőt, hát alapvetően elemeiből is tudtuk mi is összerakni, és egy 8-10 elemből kellett a gyerekeknek rajz alapján, kell a gyerekeknek rajz alapján összerakni magát a karosszériát, és van egy eleme, amit pedig teljesen saját kútfő alapján, saját ötletek alapján, saját ízlés szerint megformálva hozhatnak létre, ez lényegében a motorháztető, de a többi elem az pontosan megvolt, már csak azért is, mert az okos autó elektronikai részéhez pontosan kellett illeszkednie, és az alvázához, amit előzetesen megkaptak a gyerekek, pontosan kellett illeszkednie. Szóval keressük mindig az új utakat egyébként, nem akadunk el ott, hogy jéj, ki lehet húzni egy téglatestet, és bele lehet rakni egy furatot. És a legújabb felfedezés, legalábbis számomra, de itt még csak tapogatozunk, ez a BlockSCAD elnevezésű megoldás. Ahogy a felvezetőben is elhangzott, valóban az unikális benne, hogy házasítja a programozást a 3D tervezéssel. Lényegében program nyomán kell 3D tervet, vagy program nyomán tudunk 3D terveket, vagy 3D tárgyakat alkotni. Azért ez, ennek azért van múltja, mert hogyha ha van tapasztalatunk benne a Basic-ben, vagy több más programnyelvben, hogyha objektumot szeretnék létrehozni, hát akkor azt le tudom programozni, ugye? Annyi az óriási előrelépés, hogy itt blokkalapon programozunk, tehát gyerekekkel elő lehet venni. Az oldalon egyébként azt ajánlják, hogy 8 éves korosztálytól. Én azt gondolom, hogy ennél azért följebb tenném az induló szintet. De hogy minden esetre a programozás bevezetéséhez kiválóan alkalmas. Hosszan arról megint csak nem beszélnék, hogy a blokk programozási környezet az milyen mértékig segíti az algoritmikus gondolkodást, és nem veszi el a kedvét a gyereknek a programozástól magától, mint mondjuk egy szövegalapú programozási környezet. Értsük ezt úgy, hogy igazából a blokk programoknál, vagy a blokk programozási környezeteknél, mint a Scratch, mint a Microbit-nek a blokk editora, és mint majd látni fogjuk a BlockSCAD is. A színeivel, a formáival nagyon-nagyon segít a szintaxis megértésében, hogy mit mihez kapcsolhatok. Nincs olyan problémám, hogy új, de ki kellett volna raknom egy kettős pontot, vagy egy pontos veszőt, és azért nem működik az egész program. És nagyon sokat segít a kifejezések tekintetében, értsük ezt úgy, hogy nem kell kifejezéseket tanulnunk, mert hogy a blokkok maguk borzalmasan árulkodóak, hogy mit tudnak. BlockSCAD, visszatérve az elejére, amit ezzel kapcsolatban kezdtem el mondani, tehát program nyomán fogunk 3D terveket készíteni. Ha beírjuk az URL címet, egyébként itt lehet látni blockscad3d.com, akkor a nyitó oldalon találjuk magunkat, ahol lesz lehetőségünk arra, hogy regisztráljunk az összes előnyével, hogy felhő alapon tárolhatjuk a terveinket, újra előhívható, egy közösségben névvel leszünk jelen, és oszthatjuk meg velük a tartalmainkat, stb. Én regisztráltam, de egyébként regisztráció nélkül is nyugodtan lehet alkotni, épp úgy, mint például biztos sokak számára ismerős az előbb említett Microbit is, a Microbit oldalon is van erre lehetőség, de azért, hogyha regisztrálunk, azért vannak előnyei ennek. Hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk alkotni, create now, sajnos van választási lehetőségünk nyelvben, de hát itt szerintem az angolnál semmi nem segít nekünk jobban a továbbjutásban, vagy hát egyénileg lehet, hogy valaki inkább a németet, vagy a franciát, vagy a spanyolt választaná. Magyart nem fogunk találni, nekem az angol a legnagyobb segítsége tekintetben. Szóval, hogyha a létrehozást választjuk, a terv létrehozását, akkor egy ilyen felületen találjuk magunkat. Ez meg szokott környezet egyébként annak, aki blokkban programoz, akár Scratchben, akár Microbiten, akár Circuit Playgroundon, akár sok mást is említhetnék, hogy bal oldalon alapvetően itt szoktak lenni azok a blokkok, azok a programblokkok, amiket tudok használni. Középen van nekem egy nagy fehér terület,
amit ki tudok használni arra, hogy létrehozzak programokat, és jobb oldalon pedig van egy vizualizátor, egy vizualizációs rész, ami pedig értelemszerűen esetünkben azt tudja, hogy amit én leprogramoztam, azt megmutatja nekem 3D objektumként. Ezt majd látni fogjuk, hogy ez praktikusan hogyan történik. Ezen kívül, hát majd mindenki, hogyha érdeklődését sikerült fölkelteni, körülnéz ezen a felületen, néhány dologra hívnám fel a figyelmüket. A Learn fül alatt számos nagyon jó példát lehet találni, egyből megkapjuk a programot, és azokból ki tudunk indulni. A videóknál megint csak nagyon jó tutoriál videók segítenek minket az elindulásban, elsősorban az elindulásban, bár a példáknál is nagyon sok olyan van, ami hát hosszú idő után, majd egyet mutatok a végén, hogyha nem felejtem el, hosszú idő után sem vagyok benne biztos, hogy el fogok jutni oda. Erre érdemes odafigyelni, aztán érdemes odafigyelni arra, de ezt majd látni fogjuk, hogy a plusz-minusz jelekkel értelemszerűen tudjuk majd a program blokkjainkat kicsinyíteni, vagyis hát a látványát picinyíteni a program blokkjainknak. Ugyanez a helyzet a megjelenése, ez már sokat fog nekünk segíteni. Egyébként pedig a render elnevezésű gomb lesz az, amire mindig rá kell pattintanunk, hogyha egy programot szeretnénk vizualizálva látni, hogy az mit fog, milyen objektumot fog nekünk létrehozni. És még egy turpisság, itt fönt a jobb felső sarokban a blocks felirat mellett találunk egy olyat, hogy kód. Na most itt a kódnál meg fogjuk találni szövegesen, meg nem mondom egyébként, hogy ez milyen szövegkörnyezet, annak még nem jártam utána, hogy milyen programozási szövegkörnyezetben találjuk meg egyébként, de hogy szövegesen is meg fogjuk találni a kódot. Hát ha valakinek a programozás szempontjából ez lesz leginkább érdekes. És természetesen a leginkább fönt jobb felső sarokban itt van az én nevem, a felhasználó fiókomhoz tartozó nevem, és innét elérem a további, vagy a többi projektemet, az osztályaimat, ezt még nem említettem, de ha valakinek a Tinkercad ismerős, vagy most már Scratch is tudja ezt, osztályokba tudom szervezni a tanulóimat, és olyan módon tudok együttműködő felületen dolgozni velük, és hát a profilomat tudom szerkeszteni. Arra már most fölhívnám a figyelmet, hogy mindig érdemes, autoszév nincsen, tehát hogy mindig érdemes rámenteni, de egyébként becsületesen megkérdezi, mielőtt kilépnénk egy-egy projektből, hogy ezt menteni akarom. Na és akkor kezdjünk bele, vágjunk bele a programozásba, nézzük meg, hogy milyen lehetőségeket biztosít számunkra. Töredékét tudjuk csak megnézni annak, amiket egyébként elérhetővé tesz számunkra ez a környezet, de hogy elindulásnak remélem jó lesz, és az érdeklődés felkeltésének. Ha a blokkok közül föntről indulunk, akkor azt látjuk, hogy találunk itt 3D objektumokat, valószínűleg ezzel tudunk a legkönnyebben dolgozni. Kiválasztom az első 3D objektumot, semmi másra nincs szükségem ezen túl egyébként, tehát nem lesz szükségem arra, hogy elindítani a programot, vagy nem tudom, beletenni egy ismétlőbe, vagy akármicsoda, hanem azt mondom, hogy render, és már is kapok egy gömböt. Na most értelemszerűen itt a rádiuszt tudom megadni, és hogyha ezt változtatom, akkor változni fog a mérete a gömbnek. A milliméterben értendő, tehát amikor majd a végén tényleges 3D objektumhoz használható, és akár direktben nyomtatható, vagyis hát egy szeletelés után direktben nyomtatható fájlt generálok le abból, amit készítettem, abban az esetben érdemes azzal tisztában lenni, hogy milliméterben számolunk, tehát hogy milliméterrel dolgozunk. Tehát megadjuk neki a méretét, és akkor már is van egy gömbünk. Na most érdemes arra figyelni, hogy beteszi nekünk ezt a gömböt, abszolút az XYZ, hogyha látják a koordinátákat, XYZ, a pontozott rész az a mínusz tartomány, tehát a negatív tartomány, a plusz tartomány, ahol folyamatosan látjuk a vonalat, és hát ennek mentén tudunk elhelyezni bizonyos objektumokat. Most kevésbé érdekes számunkra, mivel egyetlen gömbünk van, de majd amikor egymásra illesztünk objektumokat, akkor azért nagyon is érdekes lesz. Úgyhogy nézzünk rá rögtön arra, hogy mi a helyzet azzal, hogyha ezt odébb szeretném rakni. A Transforms lehetőségek között van egy ilyen Translate,
Ugye itt látjuk, hogy XYZ koordinátákat adhatok meg. Hát abban az esetben, hogyha a sugaram 5, és szeretném, hogy hogy az alja legyen nulla pontnál az én gömbömnek, akkor Z koordináta mentén írom, hogy 5, és már is látható, hogy oda tette, ahova nekem kell. Én ennél előrelátóbb vagyok, és X-ben el fogom helyezni mínusz 20-ra, mert hogy lesz itt még nekem több objektumom, azt mondom neki, hogy rendben, és már is ott van, ahol lennie kell. Még ilyet csinálok, és akkor szépen el fognak majd egymástól távolodni az objektumok. X-ben mínusz 20-ra, Y-ban 20-ra elhelyeztem a gömböt, és ott van, ahol nekem kell. Egy dologra hadd hívjam föl még itt ennél a gömbnél a figyelmüket, sőt, még kettőre, ami eszembe jut. Itt a render felirat fölött látunk egy ilyet, hogy smooth, és akkor van egy olyan, hogy low, medium és high, ugye ez fogja jelenteni azt, hogy a vizualizáció tekintetében, de nem csak a vizualizáció tekintetében, hanem az STL, a generált STL kód tekintetében is, mennyire sima felületű objektumot fog nekem létrehozni. Ezt a látvány nagyon fogja érzékeltetni, hogyha én azt választom, hogy low, akkor tessék megnézni, hogy egészen, tehát hogy távolról hasonlítsak egy szabályos gömbre. A mediumot láttuk, és hogyha azt mondom neki, hogy high, hát ez fog a leginkább hasonlítani ugye a gömbre. Ugye ezt is bizonyos alakzatokból állítja össze. Ez miért érdekes számunkra? Leginkább azért, mert hogyha nagyon bonyolult terveink vannak, akkor nem érdemes medium lehetőségnél magasabbra állítani, mert nagyon sok idő lesz a renderelés, már pedig arra folyamatosan kattingatunk, ha már tervezünk. Adott esetben még a low is jó, ugye az alacsony simaságú felület, de azért én azt javaslom, hogy a mediumot érdemes kiválasztani, de még mielőtt az STL-fájt legerenáljuk, érdemes high-ra állítani ezt a beállítást, és akkor a lehető legsimább felületet fogja nekünk legenerálni az elkészült objektumból. Jó, megnéztük az alakzat létrehozását, megnéztük a pozícionálását, csak, nem csak szépészeti dolog, de a későbbiekben segítségünkre lehet, szintén a Transform-nál találjuk meg a színezését a történetnek, azt mondom neki, hogy tudok neki adni ilyen módon egy-egy objektumnak egy bizonyos színt. Jó, és most már este is. Gömb. Aztán jön nekünk a kocka, ami egyébként, ezt szintén akartam mutatni, egy-egy ilyen objektumnál, hogyha megnézzük, akkor találunk ilyen információt, hogyha pihentetjük egy kicsit rajta az egeret. Itt kevésbé érdekes, de majd a gyűrűnél mindenképp érdemes lesz megnéznünk, hogy melyik paraméter mit is takar. Szóval, hogyha azt mondom, hogy szeretnék létrehozni egy kockát, és akkor ugyanitt vagyok ezzel a történettel. Itt azért megjelent a végén nekem egy ilyen, hogy a középpontban vagy ne középpontban. Én most középpontban fogom állítani, de mindjárt megnézzük, hogy mi lesz, ha nem a középpontban állítom. Betett nekem egy ilyen 10x10-es kockát ide a középpontba. Ugye ez a értjük, tehát hogy a kockának a középpontját helyezi XYZ tengely nulla pontjához. Hogyha azt mondom, hogy nem kell a középpontba tenni, és így renderelem le, akkor pedig a bal, hát most bal felső, vagy nem tudom, hogy mondjam, melyik sarkát teszi a nullához. Én ezzel tudok azt hiszem jobban nem, bocsánat, visszatérek ehhez, így fogom jobban tudni elrendezni. A kockánál, amit meg akartam mutatni, hát ugyanaz igazából, tudom ugye paraméterezni, és akkor már is nem kocka lesz, hogyha azt mondom, hogy ez a paraméter, ez legyen 20, de hogy rögtön megcsinálom azt, ugye, amit az elején ígértem, hogy én ezeket itt el fogom helyezgetni, ezt már az előbb láttuk, mondjuk 5 meg helyezzük X-ben, ő lesz 20, és ő is 20, és akkor meghatározok neki is a színét, hogy jól elkülönüljenek egymástól látványban, és azt mondjuk renderelünk, és itt meg is van nekünk. Értelemszerűen, hogyha én 20-asra beállítom
ugye, a, igen, itt érdemes arra is figyelnem, hogy a 20-asra beállítom a magasságot, és az Z-t is megadom 10-re, az Z-t is megadom 10-re, hogy 10, Z-tengely mentén fölfele emelje meg 10-zel, akkor ott alapán fog menni a rácsálom nekem a most már téglatestem. Jó, megyünk tovább, innét azért egy kicsit izgalmasabb lesz, ugyanis jön a henger. A hengerrel kapcsolatban arra érdemes odafigyelni, gyorsan renderelek egyet a középpontba, arra érdemes odafigyelni, hogy nem csak henger tudok csinálni, ugyanis mind a két rádiusz meg tudom adni. Most pihentettem is az egeret egy kicsit ezen a blokkon, és akkor látni fogjuk, hogy az R1-es az alsó rádiuszt fog jelenteni, tehát sugarat fog jelenteni, az R2-es a felső. És hogyha én azt mondom, hogy legyen 0 az R2, akkor, ja bocsánat, nem is 0, hanem legyen nekünk 1 az R2, vagy 0,1. Aha, egy hibát követtem el, méghozzá azt, hogy pont ezt akartam megmutatni, hogy itt van egy lakat középen, erre a lakatra rá kell klikkenteni, és visszamegyek oda, hogy ez 10 volt, mert akkor a kettőt külön tudom kezelni, az alsó rádiuszt és a felső rádiuszt, ha így renderelem a történetet, akkor már is egy kúpot fogok kapni, amivel egészen másképp tudok dolgozni. Ugye ez a magasságot fogja nekem meghatározni, erre is adok egy kicsit, azt mondom neki, hogy ezt is megváltoztattam. Most újra megnézem, hogy hibát írek ki, és így van, tehát így már tudom nullára állítani a rádiuszt, a kettes rádiuszt, természetesen ezt meg is tudnám cserélni, és akkor egy fejre állított nullával vagy kuppal dolgoznék, de hogy ez volt a tervem, és akkor így tudok ezen túl ezzel az alakzattal dolgozni, gyorsan elhelyezem őt is, translate, megadom neki, hogy itt ő legyen 20, ő pedig minusz 20, megemelnem nem kell, ugye, mert neki azt a pontját határozza meg, ami nekem pont rendben lesz. Igen. És azt mondjuk render egy dolgot. Ja, igen. Most, hogy a középponthoz állítottam, igen. Ide bizony 7 és felett kell beírnem. Okay, és még a színt megadom neki, legyen mondjuk zöld, és azt mondom, de így már van 3 alakzatom. Megyek tovább, talán az egyik legizgalmasabb ő lesz, ez pedig nem más, mint a gyűrűforma. Na itt különösen érdemes megnéznünk, hogy mi az, amit be tudok állítani. Itt lehet látni a slide, hátulról kezdem, a faces, ugye az a simaságát, a felületet, minél inkább ezt a gyűrű felületet, minél inkább a gömbhöz fogja igazítani. Egyébként, hogyha ez egészen alacsony szám, akkor pedig ilyen nagyon, nagyon darabos lesz a felülete, mint ahogy például ott lehet látni a példán, hogy hány oldal lesz, ugye, hány oldalból fogja összerakni. A slides az azt fogja meghatározni, hogy hány oldala legyen ilyen módon az alakzatnak, tehát mint gyűrű forma, és ott látjuk az R1 és R2 értékeket, és ennek alapján tudunk tervezni erre az alakzatra. A slidesnál azt érdemes tudni, hogyha egyet, kettőt vagy hármat írunk be, akkor is három oldalú lesz, azaz háromszöget fogunk kapni, tehát az egyet és a kettőt azt nem fogja nekünk megjeleníteni. Na akkor nézzük, hogy mit tud ez. Én azt mondom most, hogy ne legyen ez. Hát le tudjuk renderelni persze ezt is. Tehát kapunk rögtön egy ilyen gyűrűt, ugye aminek 8 oldala van, azt mondja, hogy 16 ilyen faces, azaz nem is tudom, formából rakja össze ezt a gyűrű, tehát a körvonalát, és ugye megvan adva nekem, hogy ennek 4, igen, 4 lesz a külső átmérője, és 1-es lesz az az átmérő, amit itt bent láttunk, tehát az R2-es, most megint ide teszem, és akkor lehet látni, tehát R1, R2, azok ilyenek. Na most
hogy lássunk látványos változást, én most ezen úgy fogok változtatni, hogy azt mondom, hogy ez 10-es, az R1-es, tehát ki fogom szélesíteni, egészen el fogom vékonyítani, a 0,5-ösre állítottam be az R2-t, azt mondom neki, hogy legyen mondjuk legyen 6-os az oldalak száma, és azt mondom neki, hogy legyen 20-as, még annál is több, legyen 30-as a faces értéke, hogy simán legyen a felület, és akkor látjuk már is, hogy ez milyen átalakítást végzett számomra ezen a gyűrűn. Szerintem nagyon jó használható eszköz, különösen úgy, hogy egészen furcsa dolgokat lehet majd alakzatként kialakítani belőle. Én most ezzel nem megyek tovább, kísérletezget hagyhat majd vele mindenki. Nagy vonalakban láttuk, hogy mit tud. Ő akkor megy mínusz 20-ra, és 0,5-ös volt ugye az a rádiusz, az pont azzal kell, azt hiszem megemelnem, mindjárt is nézzük. Render, igen, elküldtük oda. Ja. Jó. És úgy van itt az alakzatunk, ahogy nekünk kell. Nem mutattam még, de itt a nézetnél, itt alul ki lehet választani különböző nézeteket, mint hogy milyen szemszögből lássuk az készülő tárgyunkkal. Én ezt a perspektívikus nézetet szeretem leginkább. Ne lepődjünk meg, hogyha ráklikkentünk, kiválasztjuk ezt, akkor nem történik semmi. Ugyanis ahhoz, hogy ez megtörténjen, még egy reset view-ra rá kell nyomni, és akkor ő el fogja rendezni úgy, ahogy ezt kell. Én meg utána tudom megint a nézetet változtatni az egérrel, görgetéssel, de talán ebben mindenkinek van gyakorlata. Jó, de itt vannak az alakzataim, ez a kiindulás. Tehát, hogy ez nagyon egyszerű történet, itt nagyon egyszerű alakzatokat hozok létre. Nézzünk egy kis turpisságot most folytatásként. Ehhez egy új projektet fogok nyitni, látni fogjuk egyébként, hogy itt rögtön megkérdezi, amit mondtam az elején. Tehát egyrészt ne felejtsük el, másrészt meg megkérdezi, hogy ha így fogunk kilépni, vagy így váltunk az oldalon, megkérdezi, hogy mentsük-e, én ezt most nem akarom menteni. A következő, amit szeretnék önöknek megmutatni, az a transport lehetőségek között van még itt jó pár, de az egyik, talán az egyik legizgalmasabb, ez a twist, ez a csavarás. Nézzük meg, hogy ezt hogy lehet használni. Csavarni igazából 3D alakzatot nem tudunk. Ugye blokk programozási környezet, beszéltem erről, nagyon segítenek minket az alakzatok abban, hogy komoly hibát nevétsünk el, és aztán kelljen órákig keresni. Hogyha megpróbálkozunk vele, hogy 3D alakzatot teszünk bele ebbe az elembe, akkor csalódni fogunk, mert hogy jelzi, hogy ez nem fog sikerülni. Viszont vannak itt nekünk 2D alakzatai. A 2D alakzatok közül én most ezt fogom választani, a négyzet generálására alkalmas eszközt. Ugye mit csinál ez az alakzat? Gyorsan egy renderelést csinálok. Hát azt csinálja, hogy elvileg Z-ben nulla kiterjedése van, de hogy XY tengely mentén viszont van kiterjedése ennek az alakzatnak, és ezt létre is hozza. Hát ezt így önmagában nem használjuk, mert hogy mi 3D-ben gondolkodunk, ez meg elvileg 2D, úgyhogy ezzel rögtön változtatni fogunk méghozzá a következőképpen. Fogjuk, és betesszük ebbe az extrudáló eszközbe, és nézzük, hogy mit tudunk ezzel tenni. Azt mondjuk neki, hogy rendben. Már is megcsinálta nekünk kockára. Miért is? Nézzük akkor a blokkhoz tartozó információkat, azt most ne olvassuk el, itt az ábra kevésbé volt szöveges információt, ezt inkább elmondom én. Hát itt egyrészt van nekünk egy magassága. Ugye az XY tengely mentén létrehozza az alakzatot, a Z tengely mentén meg ez az extrudáló eszköz fogja létrehozni az alakzatot. A scale X és Y az pedig azt fogja megtenni nekünk, hogy ennek a tengelynek mentén, az X és az Y tengely mentén sokszorozni tudja a felső résznek a szélességét és a hosszúságát, hogyha úgy veszük, tehát az X és az Y tengely mentén a kiterjedését.
Nézzük meg, hogy mit csinál ez. Egy ilyet fog nekem csinálni. Ebben az esetben, hogyha az van kiválasztva, hogy nem középre rendezem, vagy ha középre rendezem, ha középre rendezem, akkor pedig ugye, akkor pedig ennyiből másabb lesz a dolog. Tehát egy ilyen alakzatot tudok létrehozni. Jó. Visszaállítom egyelőre egyre, és egyetlen dolgot kell itt még észrevennünk, ez pedig a twist lesz, lényegében ezért mutatom, ez pedig a twist lesz, ami meg tudja csavarni az alakzatot. Nézzük, hogyan. Hát így. Hogyha azt mondom, hogy 90 fokban csavarja meg, akkor a 10 mm magasságáig az alját, tehát hogy az első réteget idézőjelben, a 10x10-es első réteget elkezdi csavarni, és 90 fokig fogja elfordítani, és természetesen megjeleníti mindazt, amit eközben csinál, tehát egy térbeli alakzatot fogunk kapni. Én ezt a twistet nagyon, nagyon szeretem, ezt a lehetőséget. Hihetetlen izgalmas formákat létre lehet így hozni. Az előbb mutatott tinkerkedes megoldással azért ebbe beletörne a bicskánk, hogy olyan formákat alkossunk, mint amit itt pillanatok alatt létre tudunk hozni egy-egy ilyen blokkal. De minden esetre ez az a típusú dolog, amit hát vagy valaki nagyon jól tud számolni és tervezni előre, vagy pedig leginkább ez a kísérletezésnek a terepe marad, hogy vajon mit is csinál, hogyha ezt így állítom be, és mit csinál, hogyha valahogy másképp, vagy egy paramétert megváltoztatok. Én ide készítettem még egyébként még egy pár példát, hát most egy pillanatra elbizonytalanodtam, hogy ezt meg tudom-e még mutatni, vagy... De azt hiszem, hogy meg tudom mutatni. Szóval... Nem. Kihagyom, nehogy kicsúszok az időből. Nos, szóval a Transportnál találunk még ilyen lehetőségeket, ez egyik legizgalmasabb, de ezeket fedezzük föl. A többit, az alap eseteket megnéztük, legalább most már tudjuk pozícionálni, találkoztunk ezzel az extrudáló eszközzel, ilyen módon tudjuk alapvetően változtatni, vagy pedig elpozícionálni másik helyre az alakzatainkat. Újabb projektet fogok nyitni, ezt megint csak nem fogom menteni. A harmadik, na itt már mondjuk azt mondjuk, hogy terv szerint szeretnék dolgozni, ehhez én most mutatni is fogok egy képet, hogy mit szeretnék létrehozni. Igen. Itt, ha minden igaz, akkor nem. Akkor látják. Tehát egy ilyen láncot, egy ilyen láncszerkezetet szeretnék létrehozni. Ez most a célom, ez most a fiktív célom. Ennek akkor hogyan ugorjak neki? Hát először is egy gyűrűt fogok ugye igénybe venni hozzá. A gyűrűnek az egyes rádiuszértékét meghagyom 4-en, a kettes rádiuszértékét meghagyom 1-en. A slides-ot azt átírom, hogy gyűrűforma legyen mondjuk 20-ra, és mondjuk beállítom, nem tudom, nem kell annyira simának lenni, de mondjuk beállítom 30-ra ezt a faces lehetőséget, renderelek, és már látom is, megvan az első gyűrű. De most az biztos, hogy kell nekem egy másik gyűrű is, ahogy láttuk az ábrán, ezért az egyszerűség kedvéért most azt fogom csinálni, hogy Ctrl-C, Ctrl-V, mert hogy működik a felületen ez a két gyors billentyű, és már is két alakzatom van. Természetesen, hogyha nyomok egy olyat, hogy render, akkor ezt nem fogom látni, mert tökéletesen egymásra illesztve hozta létre ezt a két alakzatot, hiszen nem pozícionáltam őket. Meg fogom tenni most ezt a pozícionálást, méghozzá a következő módon. Ezt sem néztük még a Transformnál, de van egy olyan, hogy rotate. Ugye ez az elforgatást fogja nekünk jelenteni. A másodikat fogom, és el fogom forgatni. Méghozzá azt hiszem, hogy X tengely mentén el fogom forgatni 90 fokban. Igen. És akkor már is látom az alakzatot, ugye? Hogyha kiveszem ezt, akkor... látványosabb, már is látom az alakzatot, hát közelítek ahhoz, de még azért messze vagyok tőle, amit az előbb láncként mutattam itt.
önöknek, de alakul a dolog. Na most a következő lépésben valamiért nekem azt hiszem, hogy így még jobb lesz. Jó. A következő lépésben egy kicsit ezt a második gyűrűt szeretném odébb pozícionálni, ugye, mert hogy szeretném, hogyha olyan láncformában kapcsolódnának egymáshoz, ezt már ismerjük ezt az eszközt fogom hozzá használni, és ugye azt is könnyen kiszámolhatom, és tudhatom, hogyha nekem egy négyes rádiusszal van itt egy gyűrűm, akkor én beállítom az Y-tengely mentén, most már az Y-tengely mentén, ötre az eltolását ennek a gyűrűnek, akkor tuti, hogy valahogy egy gyűrű formában fog összekapcsolódni, és ezt most már látom is, ugye, ez így nekem pont jó lesz, pont megfelelő lesz, így fogom használni. Hogy még látványosabb legyen a dolog, ugye megteszem azt, hogy adok nekik színt, ő lehet sárga akár, és hogy fixen ez a színkülönbség ez meg is maradjon, ide is teszek valamit, ő pedig legyen piros, lerendelem úgyra, és akkor ezt fogom látni. Innét jön a turpisság, mert hogy ugye lehetett látni a képen, amit mutattam, hogy hát itt aztán ezt követően ismétlődő elemek vannak. Na most akkor is, amikor ismétlődő elemek vannak, ugye akkor a programozásban egyből beugrik nekünk a ciklus, hogy looppal tudunk dolgozni, ami egy nagyon fontos eszköz lesz, ehhez viszont a hagyományos eszközkészletnél, amit láttunk a Tinkercad-en, hát ott nincs lehetőségünk, ott szépen Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, és szépen hozzuk létre egymás után, és illesztjük egymás után az elemeket. Hát itt viszont van arra lehetőségünk, hogy ezt egy ciklusba rendezzük el, ezeket az elemeket, és hát végezzük el vele ezt a legenerálást úgy, ahogy az. Tehát, hogy pakolja egymás mellé ezeket a gyűrűket, mert hogy nekem megvan az az alakzatom, amire szükségem van, és amit ismételnie kell. Még egy dologra fölhívnám itt a figyelmet, méghozzá a következőre, hogy ezt a két blokkot igazából most már egyként kell kezelnem, ezt a kettőt egyként kéne kezelnem, hát de látszik, hogy nem tudom őket összepasszintani. Itt a setups elnevezésű blokk környezetben, vagy blokk csoportban. Találok egy ilyet, hogy Union. Na ez lesz az, amire szükségem van, mert ez pont azt meg tudja tenni, amire szükségem lesz. Méghozzá azt, hogy ezt összefoglalja, vagy innét egy eszközként kezelje ezt a két elemet. Na most mit kell ahhoz tennem, hogy ez az ismétlés, tehát hogy az a láncforma az létrejöjjön. Hát azt kell tennem, hogy először is majd be kell állítanom ugye a loop eszközt, de szükségem lesz a transform translate elemre is, ugye mert mindig egy kicsivel majd odébb kell léptetnem, majd meg kell adnom pontosan, hogy mennyivel, de mindig egy picivel odébb kell léptetnem az újonnan létrehozott elemet. Mennyivel is kell odébb léptetnem? Hát ezt még nem tudom, mármint, hogy nem tudom pontosan milyen pozícióba kell léptetnem, ez egy változó lesz. Amikor egy loopot létrehozok, vagy amikor behúzok ide egy loopot, hogy rögtön létrehoz nekem egy változót, itt ezt i néven lehet megtalálni, de ezt át is tudom nevezni, létrehoz nekem ide egy i változót. Na most az i változó kapcsán azt kell tudni, hogy az majd innét fog generálódni. Lehet, hogy egy kicsit bonyolultan fogom tudni csak elmondani, de megpróbálkozom vele. A by az a léptéket fogja megadni. Nekem a lépték 10-es lesz. 5-5. És akkor 10-esével fog nekem odébb lépkedni. 10-es lesz a lépték. Az, hogy hány darabot, hány ilyen lépést csináljon, azt úgy tudom meghatározni, hogyha egytől a következő szám, a után következő számot úgy adom meg, hogy azzal amennyiszer elosztható lesz ez az érték, ez az utolsó 10-es, annyiszor fogja megismételni nekem a láncot. Mutatom is, érthetőbb lesz, ha ide 60-at írok be, akkor azt 6-szor fogja megismételni. Hogyha ide 65-öt írok be, akkor is 6-szor fogja megismételni, de ha 70-et írok be, akkor már 7-szer fogja megismételni.
megtenni. Nekem 40 elég lesz, és majd látni fogjuk, hogy mitszer fogja megismételni ezt a piros-sárga gyűrűláncot. Na és ez generálja le nekem egyébként azt a távolságot, amennyi az i-nek az értéke lesz, és amennyivel y érték mentén, vagy y koordináta mentén tovább kell majd léptetnem, ugye ebbe az irányba, pozitív irányba fog menni, mehetne negatív irányba is, de azt kicsit másképp kéne terveznem, ebbe az irányba létre fogja hozni, le fogja generálni nekem ezeket a gyűrű alakzatokat. Na nézzük, szükségem van még arra, hogy ezt az i változó értéket valahogy ide varázsoljam, ugye az y koordináta helyére, ami most 0-0, és annak nem lenne értelme, mert négyszer legenerálná ugyanoda nekem ezt. A variables elnevezésű blokkcsoportnál meg is találom ezt az i-t, megfogom, kiúzom, berakom ide az y helyére, és azt mondom neki, hogy render, dolgozik, és aztán megcsinálja nekem ezt az alakzatot. Természetesen, hogyha én x-ben is, z-ben is változtatok, akár tudok ebből láncot csinálni, körbe, tehát hogy nagyon sok lehetőség van, egy legegyszerűbb módot akartam megmutatni arra, hogy ilyen módon ezeket a formákat létre tudjuk hozni. Egy utolsó, sietnem kell, hogy beleférjek az időbe tényleg 8-ig, egy utolsó példa van, amit még szeretnék megmutatni, és aztán záró gondolatként néhány dolgot elmondani, tanulságként és mindazzal kapcsolatban, amit én ebben a környezetben tapasztalatként szerettem. Ez az utolsó pedig az lesz, hogy egy olyan dobozt hozzak létre, az a célom, hogy egy olyan dobozt hozzak létre, mutatok hozzá egy képet is, aminek pillanatok alatt meg tudom változtatni a különböző paramétereit, például a falvastagságát, például a szélességét, a hosszúságát vagy a magasságát, mert még igazából nem tudom most ezen a ponton, hogy mekkora dobozra lesz szükségem, de tök jó lenne, ha nem kéne minden egyes elem után újra terveznem az egészet, hanem tudnám egyszerűen alakítani. Azt hiszem, hogy az ilyen típusú megoldások azok, aminél nagyon erős relevanciája van annak, hogy mondjuk blokkprogram környezetben tervezzünk le 3D objektumokat, és ne olyan módon, mint ahogy a Tinkercad-ben láttuk, hogy van lehetőségünk, és sok más tervező szoftverben. Nyitok egy új projektet, és nekiugrunk ennek. Nos, ehhez a következőre lesz szükségünk. Először is szükségem lesz az egész biztos egy Cube eszközre, aminek egyébként én a paramétereit most itt meghagyom így, azt mondom neki, hogy ezt középre fogom illeszteni, igen, és rögtön duplikálom is, mert hogy ahhoz, hogy egy ilyen doboz formát hozzak létre, egy négyzet, vagy egy kockából ki kell vágnom egy másik kockányi adagot, ezt majd mindjárt mutatom, hogy hogyan. Szóval két kockára lesz alap esetben szükségem, ennek viszont minden dimenzióban, bocsánat, Z-ben nem, mert fölülről nyitott lesz, de XY dimenzióban, vagy koordináta mentén lecsökkentem a méretét, ennek következtében, amit most létre fogok hozni, annak egy fél centiméteres fala lesz minden oldalon ennek a doboznak. Na most hogy tudom azt megcsinálni, amit még a legelején a Tinkercad-nél láttunk a furat funkció kapcsán? Hát úgy tudom ezt megcsinálni, hogy itt már néztük a setups lehetőségeknél, hogy van egy olyan, hogy difference, és itt van egy olyan, hogy minus, tehát hogy ki fogok vonni valamiből valamit, tehát nézzük meg, hogy ez az lesz-e, amire nekem szükségem van, azt mondjuk neki, hogy render, hát ez pont az lesz, amire nekem szükségem van. Egy ilyen dobozt akartam létrehozni, egyetlen problémám van, ugye, hogy ez a doboz, innét még alulról kiesik belőle minden, amit belepakolnék, az kevésbé jó nekem, ezért rögtön meg fogom emelni 0,5 mm magasság Z koordináta mentén. És akkor most már minden oldalon ugyanaz a falvastagság van a dobozomnál, és ugye létrehoztam azt a dobozt, amire szükségünk volt. Viszont én azt ígértem, hogy egy olyan programot fogunk írni, vagy fogok írni, aminél a paramétereket tudom változtatni. Hát tudom változtatni a paramétereket, de nem szeretném egyesével beírni. Ehhez nekem kevésbé lenne kedvem. Mit tegyek akkor? Hát a következőt fogom tenni. Létre fogok hozni változókat. Ehhez a variables programcsomagot, vagy programcsoportot választom, és egyszerűen kihúzok egy ilyen set item blokkot,
oda a matematikai műveletek közül, hát lehet látni, hogy még ezt meg se nyitottam, ugye, hogy mennyiféle matematikai művelet van, amivel tudok dolgozni. A matematikai műveletek közül egy szám elemet kihúzok ide, mert ugye ennek lesz valami értéke ugye ennek a változónak, és hát igazából létre is hozom ezt a változót egy új néven, nem szeretném, hogy item legyen, mert lesz több változom, és hogy jó lenne, hogyha meg tudnám ezt különböztetni. Ez lesz a hotx változó elnevezésű változón, egyelőre az értékkel számomra irreleváns. Ugyanezt, tehát hogy fogok csinálni még egy olyat is, hogy szeleség, szándékosan nem írok ékezetes betűket, nem szeretik az elejű ilyen típusú megoldások, y-tengely mentén pedig a szélességet tudom majd megadni. Létrehoztam ezt a két változót. Miért is hoztam létre ezt a két változót? Azért hoztam létre, mert hogy az első kockánál, tehát ami alapvetően a külső héja lényegében az alakzatomnak, oda most már nem tizet fogok beérni, hanem ennek a változónak az értékét, majd később fog kiderülni, hogy miért is van ennek igazán értelme. Ugye x-hez beírom az x-et, y-hoz pedig az y-t, oké, és akkor most amit itt változtatok értéket, az ennek mentén működik. Na de, nem ezért lesz számomra érdekes egy kockánál, hanem ennél a dobozformánál, ugyanis, hogyha megadom itt is, ennél a kockánál a kivájt résznél, tehát a furatnál, a hiánynál, hogy ennek a változó mentén, vagy a változónak az értékének a változtatása nyomán ez is változzon, méghozzá úgy, ahogy én szeretném, tehát tartson meg bizonyos értékeket, akkor már sokkal egyszerűbb a dolgom, mert sokkal kevesebb helyre kell beírnom értékeket. Na de hogyan tudom ezt megtenni? Mutatok egy trükköt, amit eddig nem mutattam. Ennek egy ilyen blokknak van különböző nézete, és hogyha azt mondom, hogy external inputs és inline inputs, akkor meg tudom változtatni csak a nézetét, mert így most, majd látni fogják, kényelmesebben tudok ezzel dolgozni. Szóval X-ben hova kell akkor pozícionálni ezt a kockát, ami a hiány lesz? Hát X-ben úgy kell pozícionálni ezt a kockát, hogy a hozból, tehát a hoz változóból bocsánat, egy dolgot még nem hoztam létre. Többet nem hoztam létre, de ugye korrigálom, és érteni is fogják. Hát meg kell adnom egy magasságot is, ugye ezt nem adtam még meg, z-tengely mentén. Magasság, ez egy z-tengely mentén. És meg kell adnom egy fal vastagságot is, akkor tudok majd értelmesen dolgozni ezzel a történettel. Igen, ez lesz a negyedik változón, fal vastagság. Olvastagság, ez simán, ugye ez nem kötődik ilyen értelemben tengelyhez, tehát meg kell adnom ezeket az értékeket. Na, visszatérve ide, amit az előbb elkezdtem, tehát hogy X tengely mentén hogy tudom megadni, hogy a kivált rész, az hova legyen pozícionálva, az a kocka, amit ki fogok venni a nagy kockából, hát azt a következőképpen tudom most már megadni. A matematikai műveleteknél találok egy ilyet, hogy alapműveletek, kiválasztom azt, hogy kivonás, megadom, hogy a hossz x-ből vonja majd ki, de mit is kell kivonnia? A falvastagság szorozva kettővel. Sietek, úgyhogy most ezt nem magyaráznám túl, de ha újra nézik a videót, akkor meg fogják érteni egyébként, vagy hát hogyha átgondolják, akkor meg fogják érteni. A falvastagság szorozva kettővel, ugye mert középre vagyunk rendezve, jaj, bocsánat, nem szerettem volna kivenni ezt, falvastagság szorozva kettővel, ez fogja megadni nekem ennek a méretét, tehát a hiánynak a méretét x tengely mentén. Ugyanezt meg kell csinálnom az y-nal, már is látszik, hogy mi az értelme annak, hogy ezt a nézetet választom itt, ugye, ahogy függőlegesen építkezek. Igen, csak a változók értékét, vagy a változókat, amikkel dolgozok, azt változtatom meg, vagyis hát egyet. Igen, a magasság az ilyen értelemben nem lesz számomra fontos, mert fölülről nyitott, tehát a magasság
az lehet az a magasság, amit én megadok ugye a rendes kockámnak, de egy dologra figyelnem kell, méghozzá arra, hogy a falvastagsággal meg kell emelnem Z-tengely mentén, akkor fogja kiemelni a belső kockát, ugye a furat kockát, akkor fogja kiemelni, akkor fogja eltüntetni a tetejét, és csinálni neki alul egy hiány, csinálni neki alul egy falat. Na nézzük akkor, hogy most ez mit is jelent a gyakorlatban. Azt mondom neki, hogy 10 széles, 10 magas legyen a kockám. Igen, legyen mondjuk, vagy 10 széles, 10 hosszú, és 5 magas legyen a kockám, és legyen a falvastagság 1-es. Azt mondom neki, hogy rendben, nem akarja megcsinálni, vagy mit szúrtam el. Mindjárt nézem, ellenőrzöm, hiba keresés van. Igen. Hossz széles végszer. Igen. Ja, hát miért nem tettem ide be? Nem? Transzlatorszett. Oké. Hossz szélesség. Igen. Hossz szélesség. Magasság. Innét kimaradt a magasság, az biztos. Innét kimaradt a magasság. Aha. És már is meg vagyok vele, tehát így már sokkal jobb. Jó, ez volt a probléma, egy változót elhagytam onnét. Nos, tehát látjuk, és van egy olyan programunk, aminek a különböző paramétereit, hogyha változtatom, akkor szépen megváltozik nekem a kockának a mérete, értelmes, vagy hát ennek a dobozomnak a mérete, értelmesen tudok ezzel dolgozni, mondjuk feles falvastagságot választok, néhány paramétert megváltoztattam, és már is egészen más dobozt fogok kapni méretek tekintetében, tehát lehet ezzel ezek után játszani, és nem kell újra terveznem a dolgot, nem kell újra terveznem a furatot. Hogyha a Tinkercad-ben próbálnám ezt megcsinálni, akkor a falvastagságot ő megváltoztatná, mert hogy már egy unióként, tehát egy egységként kezeli a hiányt és a tényleges tömör részt, és ahogy nyújtom, például megvastagítaná a falat, ha valamelyik dimenzióban nyújtom. Így viszont megvan a lehetőségem arra, hogy a falvastagság ne változzon, akárhogy változtatom én a paramétereket, tessék megnézni, hogy a falvastagság ugyanannyi marad. A Tinkercad-ben itt X-tengely mentén, nem, bocsánat, zöld, Y-tengely mentén megvastagítaná nekem egészen a falat. Ennyit akartam példaként mutatni. Tényleg gyors voltam, biztos vagyok benne, hogy elsőre ennek ülepednie kell. Hogyha valaki nem vesztette el az érdeklődését, annak kifejezetten ülök, és mindenkinek javaslom, hogy érdemes belenézni ebbe a programba, érdemes keresni azokat a lehetőségeket, amiért érdemes elővenni ezt az eszközt. Oktatási szempontból szerintem nagyon adekvát, mert ugye az elején beszéltem arról, hogy a 3D nyomtatás az milyen mértékig meghatározó technológia, ennek következtében a jövőben jó sok munkahely fog nyílni ezen a területen, és a 3D tervezéshez kötődően. Másrésztről viszont a programozás, ugye az megint csak egy olyan skill, amiről ma rengeteget beszélünk, és nagyon fontosnak tartjuk, én is nagyon fontosnak tartom, és ezt a kettő területet, hogy ötvözi szerintem, és együttesen tudja fejleszteni, az szerintem különösen izgalmas. Persze arra nagyon kell ügyelni, hogyha valamit sokkal egyszerűbb és teljesen indokolatlan, sokkal egyszerűbb megcsinálni más módon, és teljesen indokolatlan ehhez egy programot írni, akkor nem feltétlenül érdemes, és tényleg egy dologra szeretném még felhívni a figyelmüket, ez, én nem is tudom, hogy talán egy évvel ezelőtt találkoztam ezzel a programmal, és azóta időközönként előveszem és dolgozgatok vele, de muszáj megemlítenem, hogy a Tinkercad-en, amit az elején említettem, és talán többen ismernek, egészen új funkcióként, nézzék meg, megjelent egy kódblokk elnevezésű dolog, és ez a kódblokk elnevezésű dolog, ez nem más, mint amit itt is nézünk, kicsit más blokkokkal dolgozva, egészen hasonló felülettel. Most elővettem egy példát, ezt nem én szerkesztettem, itt például azt is meg tudjuk csinálni, hogy amit leterveztünk,
lassú lépésekben megnézzük, hogy hogyan hozza létre az alakzatot, mi az, amit terveztünk, és tudjuk követni, hogy, hogy melyik blokk elem, programozási blokk elem, az mit eredményez az alakzatban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, remélem Attila nem húztam el nagyon az időt, de ahogy nézem, igazából egy percet csúsztam csak túl.